Május végén, június elején nem a nyár köszöntött be, hanem a tavasz tért vissza, legalábbis ami az időjárásunkat illeti. Volt olyan nap, amikor 12 fok volt a legmelegebb órákban, most pedig már reggelente 16 fokot lehet mérni. A következő napokban pedig tovább melegszik a levegő, a hét vége felé igazi nyári időjárás jelez előre az Országos Meteorológiai Szolgálat. Akár 30 fok is lehet. A hirtelen jött melegnek azonban nem mindenki örül, még az egészséges szervezetet is megviseli a nagy hőmérséklet ingadozás. Különösen a szív- és érrendszeri betegségekkel küzdők alkalmazkodnak ehhez nehezen. A meleg hatására ugyanis kitágulnak az erek, ami az idős, esetleg beteg szívet fokozott megterhelésnek teszi ki. A magas vérnyomásos, keringési problémákkal küzdő emberek szervezete azért alkalmazkodik nehezebben a nagy meleghez, mert az érrendszerük már nem elég rugalmas ahhoz, hogy a külső helyzethez alkalmazkodjon. Ez a vérnyomás ingadozásához, heves rosszul léthez, ájuláshoz, szívritmuszavarhoz, szívrohamhoz vagy sztrókhoz vezethet, magyarázza Benczúr Béla kardiológus. Miért pont ebbe a csapadékos hideg időbe aztán, hogy jön rá ez a meleg, most kapott, hát valószínűleg ez az ok. A hirtelen nagymértékű felmelegedés vagy éppen lehűlés idején általában többen kapnak infarktust. Most is így történt, mondja a kardiológiai osztály vezető főorvosa. Most közel egy tucatnyi ilyen 40-es kor infarktust, ott is persze megvan a túlsúlya. Annak, akinek magas a vérnyomása, érdemes naponta többször mérnie azt, és ha fejfájást, heves szívdobogást, szédülést, légszomjat tapasztal, érdemes konzultálnia a kezelő orvosával.